Első alkalommal szerveztek építészeti kincsvadászatot a hétvégén Marosvásárhelyen. A program szerint a résztvevőknek 2 óra állt a rendelkezésére, hogy megtalálják és lefotózzák a város építészeti értékeit. Szombaton szervezték az első marosvásárhelyi építészeti kincsvadászatot, amelyen a résztvevő csapatok játékos keretek között keresték meg és fényképezték le a város építészeti kincseit, elsőként a Bolyai utca környékén. A vadászat során nem csak építészeti emlékműveket vagy épületeket kellett megtalálni, hanem apróbb részleteket is, amelyek különlegessé tehetnek egy házat, egy lakónegyedet, akár egy egész várost is. Például egy hajóépület, egy sarok nélküli épület, akár egy zárt erkély, díszített ablakkeretek, vagy egy jellegzetes kilincses ajtó. A Bolyai utcában 2 kilincses ajtó látható. Ezeket a kilincseket 5 cm és 100 év választja el egymástól. Ilyen és ehhez hasonló kincseket kell megtalálniuk a résztvevő csapatoknak az építészeti vadászat során. Nem akadály, ha valakinek nincsenek építészeti vagy művészettörténeti ismeretei, hiszen a szervezők térképpel, különféle jelzésekkel, idegen szavak szótárával látták el a csapatokat, amelyek segítettek a tájékozódásban. Joana Patraskójú szervező elmondta, a vadászat során a résztvevők turisták lehetnek saját városukban, és rátalálhatnak a város kevésbé ismert helyeire. A résztvevők mindenek előtt megtudhatják, hogy nagyon szép városuk van, ahol mindig van valami újdonság, valami felfedezni való. Megtanulhatnak néhány építészeti jellegzetességet, megtanulhatják figyelmesebben nézni az épületeket, és saját magukról is megtudhatnak egy-két dolgot. A résztvevőknek ezekhez mindössze egy-két csapattársra, fényképezőgépre, jó megfigyelőkészségre, kalandvágyra és kényelmes cipőre volt szükségük. A szervezők augusztusra is terveznek egy hasonló vadászatot, akkor majd a város egy másik zónáját lehet felfedezni.